Köszöntöm nézőinket, ez a heti Apáti Hírmondó, nézzük híreinket! Komplex teleprogram. A 150 millióból elindított roma integráció szép eredményeket ért el. Összefoglaló a projekt zárásról és stúdió beszélgetés az elért eredményekről, Kalmárné Nagy István Erikával, a projekt szakmai vezetőjével. Fejlődik a hulladékgazdálkodás rendszere, 30 ezer háztartás kukáira kerül csip, és súly alapján fizetjük a személydíjat a jövőben. 19 új térfigyelő kamerát adtak át a városban, és Apáti programokra invitáljuk Önöket október hónapban. A 20. Kamiliánus bált rendezték meg a hétvégén a jubiláló karitatív estén, közel 240 résztvevő foglalta el a Levendula színbe öltöztetett pályaművelődési házat. Nosztalgikus délutánon tisztelte meg a település vezetése Jászapáti szépkorúit, vidám zenével és multidéző dalokkal szórakoztatták a helyi előadók, a művelődési ház nagy termét megtöltő nyugdíjas közönséget. Múlt csütörtökön részben lezárult a település egy fontos projektje, a Komplex Telep program elkezdte integrálni a helyi szegregált roma családokat, és közben egészségfejlesztő, oktatási, kulturális, hagyományőrző programokat valósítottak meg, főleg a helyi Dankótelep roma családjainak, és az esélyegyenlőség szemléletében persze minden rászorulónak. Jászapáti lakosságának egyharmadát olyan hátrányos helyzetű családok teszik ki, akiknek sok tekintetben nem csak a munkára és lehetőségre, hanem szemléletváltásra is szükségük van annak érdekében, hogy egészségesebb és hasznosabb tagjai legyenek a társadalomnak. A szemléletváltások közül nagyon fontos, hogy a lakosok aktív, cselekvőképes életet törekedjenek, melyben a munka okozza az örömet és hozza a sikert és a biztos megélhetést. Ezt a célt tűzte ki a Komplex Telep program, mely közel 2 éves projektidőszakát október 1-én hivatalosan lezárták. Én nagyon büszke vagyok a kollégáimra is, meg a városomra is, hogy mi ezt végre tudtuk hajtani. Kalmárné Nagy István Erika, a Komplex Telep program szakmai vezetője, a záró rendezvényen összefoglalta az elmúlt 2 évet, ami nem kezdődött zökkenőmentesen, de a vártnál is jobban ért véget. Ezt maguk a résztvevők erősítették meg a záró rendezvényen. Először 2013-ban hallottam először a programról, először elzárkoztam a részvételtől, úgy gondoltam, hogy ki akarják rekeszteni a cigányságot a város életéből. Ezt azért gondoltam, mert az a szó, hogy szegregáltunk, sajnos ismeretlen volt számomra. Később, amikor már bővebb információhoz jutottam, rájöttem, hogy sok roma családnak ez nagyon nagy segítség lehet. Nagyon nagy segítség mondjuk például a roma telepén lévő kontinens, mosásra, fürdésre használják. Nem csak a roma telepiek, hanem a városból is nagyon sokan járnak. Programjaikon, amit szervezett a Jászapáti önkormányzat, részt vettünk nagyon sokan. Például részt vettünk a kézműves foglalkoztatásokon. Engedjék meg, hogy kiemeljem a kamiliánusokat. Ott hetente találkoztunk, beszélgettünk, főztünk, nagyon jól éreztünk magunkat. Részt vettünk még a színházi előadásokon. Gyerekek tucatjai részt vett a Ki mit tudon, ahol megalakult a Vihar Rózsák gyermektáncsoport, amit majd nem sokára önök is látni fognak. Úgy gondolom, hogy a jövőben is szükség lenne ilyen és ehhez hasonló programokra, azért, hogy a magyarság és a cigányság összejöjjön, beszélgessen, megismerjük egymás kultúráit, szokásait, és így talán könnyebb lenne az együttélés is. Kézzel foghatatlan projektről beszélünk, hiszen nem egy építkezés, nem egy kivitelezés, nem egy szemmel látható dolog volt ennek a integrációnak az elkezdése, ez a szakasz, amin elindultunk. Ez valóban a munkának csak a kezdete volt, hiszen az integrációs folyamat nem 1-2 évig tart, de ez időszak alatt elindulhat a szemléletváltás. A Komplex Telep program lebonyolításában a Kis Szent Teréz Kamiliános közösség is nyújtott segítséget. Életvezető és egészségtudatos tanácsokkal segítették a roma családok mindennapjait. Egymásra épültek a foglalkozások, és így nagyon jól tudtunk haladni. Az őszinteségük, a nyíltságuk nagyon nagy segítség volt számunkra, mert azokra a tervekre, amelyeket még fölépítettünk, nagyon jól reagáltak, nyitottak voltak. Próbáltuk az értékrendjüket stabilan megerősíteni, és egy olyan társadalmi normákkal harmonizáló életvitelre beállítani, hogy boldoguljon tudjanak a hétköznapi életben. Jászapáti a Jászság második legnagyobb városa. A Tisza és a Zagyva folyó közötti síkságon terül el. Történelme közel 600 éves múltra tekint vissza.
lakosainak a száma 9800. Ezt a filmet a Tűr István képzési központ készítette, mely a program másik konzorciumi partnere volt. A partner, mely képzéseivel arra törekedett, hogy a telepi családokat minél több olyan kompetenciával felvértezze, mely segíti őket visszatalálni és elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Képessé váltak arra, hogy minden nap felkeljenek, eljönnek a képzésre, adott esetben egy későbbi munkahelynek a szimulációján keresztül megtapasztalják azt, hogy igenis minden nap teljesíteni kell. Nagyon röviden az összes ehhez tartozó és ehhez szükséges képességet sajátították el. Ez hétköznapi ember számára, aki ugye nap mint nap ezt úgymond gyakorolja a mindennapi munkavégzés során, ez természetes, de aki tartósan, akár soha nem volt munkaerőpiacon, neki viszont azért ez nehézség. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője kérdésünkre elmondta, hogy csak köszönettel tartoznak a program lebonyolítóinak. A nagyobb társadalmat is be kell venni, mert csak úgy tud a roma ember fejlődni, hogy a nagyobb társadalmon fele, hogyha a nagyobb társadalomban való embereket is be kell vonni. És ebben beleértek önkormányzatokat, szervezeteket, roma önkormányzatokat, még jobban a roma önkormányzat véleményét jobban meghallgatni, mert ők azért csak a romákkal közelebb vannak, napi szinten jobban vagyunk, és én azt mondom, hogy főleg a kis gyermekeket kell megcéloznunk a jövőbe. A program folytatása a projekt záró résztvevő Farkas Ferenc polgármester szerint nem csak ajánlott, hanem látva a szívből jövő eredményeket, muszáj is. Közhatalmi bevételeinkből meg fogjuk teremteni az elkövetkező évben is ennek a tovább üzemeltetésnek a lehetőségét, úgy személyzetet biztosítva, mint az egész fenntartás és működését továbbra is folytatni fogjuk. És céljaink között szerepel, vagy pályázati forrásból, vagy önerőből a másik telepen is megvalósítani egy hasonló jellegű építményt. Az eredmények, a résztvevők visszajelzése és az azóta történtek mind azt támasztják alá, hogy a programban elköltött 150 millió forintnyi pályázati összegből eredményesen indult el a Dankó telepi roma családok integrációja. Mivel úgy, ha szakmám lesz, akkor könnyebben munkát találok. A program zárását követően a stúdióbeszélgetéssel folytatjuk, ugyanebben a témában már itt ül velem szemben Kalmárné Nagy István Erika, a projekt szakmai vezetője, aki gyakorlatilag végig kísérte és koordinálta az egészet. Alapvetően erről nem beszéltünk az előző anyagban, amit láthattok itt a televízió nézők. Mi volt a Komplex Telep program célja? Hát elsősorban a társadalmi, gazdasági leszakadás javítása, megelőzése, a lakókörnyezet és az életminőség javítása, azoknak a szegregátumban élő lakosoknak a társadalomba való beintegrálódása, akik kikerülnek ezekből a körökből. Gondolok itt az iskolával kapcsolatosan, akiknek nincsen lehetősége arra, hogy otthon gyakoroljon vele a szülő, és az iskolán keresztül erre lehetősége nyílott a programon keresztül, illetve a felnőttek kapcsán azok a programok, amik kifejezetten az ő számukra lettek megszervezve, ezeken a programokon keresztül őket folyamatosan vontuk be a társadalmi életbe. Kicsit fordítsuk le ezt konyhanyelvre, mert ugye nyilván ez a projekt szakmai definíciója, vagy a kérdésemre adott szakmai válasz, egyébként ez a hétköznapokban mit jelentett? Tehát szembe kellett nézni egy olyan helyzettel, hogy bizony Jászapátin is voltak szegregátumok, meg vannak is jelenleg, tehát olyan telepi romák, akik hát talán a legszebb szóval is élve nagyon elszigetelten és nagyon nagy nyomorban élnek. És ezen szerettetek volna változtatni. Így van, mégpedig len úgy, hogy különböző programokat szerveztünk. Az első körben a legnehezebb feladat az volt, hogy a csoportokat toborozzunk. 5 esetmenedzser látott el olyan feladatokat, hogy külön családokat koordináltak, gondoztak tulajdonképpen. 75 fő volt kötelező a programban, akit ilyen szempontból bevonjunk, de mi igazából az egész telepen élő lakosságot be tudtuk vonni, és így mind az összes lakosságot igazából felosztottuk az 5 esetmenedzser között, így nem volt olyan személy, illetve család, aki valamilyen ellátást ne kapott volna. Igazából ő rajtuk keresztül értesültek a programokról,
és így tudtuk őket bevonni folyamatosan a képzésekbe, a készségfejlesztésekbe, családi programokba, játszóházakba, ki mit tudba, tehát igazából amiket ez a program takart. Mindjárt részletesen is beszélünk ezekről a dolgokról, kicsit még fejtegessük, hogy milyen volt a telepi romák élete azelőtt, mielőtt a program elkezdődött. Tehát mi az, amit ott tapasztalt az ember, szociális szférában dolgozó szakember, amikor kiment oda? Hát nyilván ugye elhangzott az, hogy a lakókörnyezet javítása, itt az első mondataim között, fölállítottunk egy olyan irodakonténert, amiben nem csak irodai feladatokat láttak el az esetmenedzserek, hanem vizes blokk is helyet kapott benne, ahol mosási, fürdési lehetőséget biztosítottunk számukra. Nyilván ez már magában hordozza azt a gondolatot, hogyha valaki ezt hallja, hogy valószínűleg nem volt adott ez a fajta lehetőség az ott élők számára. Nyilván nem csak ebből a szempontból, hanem el is romolhat az a mosógép, vagy lehet egy bármilyen műszaki meghibásodás. Először, amikor elsőnek ezt meghallották a célcsoport tagjai, akkor nem fogadták túl nagy kitörő örömmel, egy picit sértőnek találták. Mi hallottunk is egy kedves történetet a záró rendezvényen, hogy azt szép szavakkal, illetve is nem... hogy is mondjam, nem örültek az első látogatásoknak. Nem, egyáltalán nem fogadtak minket jó szívvel legelőször, viszont én azt gondolom, hogy nagyon nagy utat jártunk be a két év alatt, és nagyon sok pozitív kapcsolat szövődött, és nem csak nekik kell beintegrálódni, én azt gondolom a társadalomba, hanem a társadalomnak is elfogadóbbnak kell válni velük szemben, mert ők hiába erőködnek, hogyha nincsen olyan közösség, aki őket befogadja, vagy segítse őket ezen az úton. A program közel két éves időszakát mi is nagyjából figyelemmel kísértük. Melyek voltak azok a mérföldkövek, amelyeket meg kellene most említenünk, ki kellene emelnünk? Hát legelőször is szerintem az, hogy kiválasztani azokat a szakembereket, akik ebben a csapatban dolgoznak, nyilván a megfelelő készséggel rendelkeznek, és olyan a személyiségük, illetve az elfogadottságuk a közösség körében, hogy ezt a munkát végig tudják csinálni, mert nyilván egy szociális szakember a saját személyiségével dolgozik a munka folyamatok során, és én azt gondolom, hogy ez volt a legnehezebb, összeállítani a csapatot, innentől kezdve pedig már indulhatott a munka. A toborzás szintén egy olyan mérföldkő volt, ami megalapozta az egész két évet, összeállította azt a csapatot, a csapatnak a másik oldalát, akikkel fogunk dolgozni. Illetve ezek után jöhetett a szervezés része a dolognak. Hát igazából annyira gyerekcipőbe járt ez a dolog az elején, hogy egy kicsit, hogy is fogalmazzak, tapasztalattalanok voltunk e téren, de én azt gondolom, hogy az elmúlt két év alatt le tudtuk tenni azokat az alapokat, hogy ezt az egészet tudjuk folytatni, és szerintem eredményeket is tudunk felmutatni. Tehát igazából a csapatösszeállítás, a toborzás, illetve a programok megszervezése az, amit megemlítenék így folyamatosan szakmai téren. Jó, értem, hogy bátornak és úttörőnek kellett lenni, tehát adott esetben a szakmai anyagot nem csak úgy kellett kialakítani, hogy már valahol meglévő hasonló komplex teleprogramokat vizsgált az ember, hanem bizony szétnézett és konzorciumi partnerek segítségével kialakította a saját szakmai ide vonatkoztató helyi programját. Mindenképpen, hiszen nem kell messzire menni, csak 8 kilométerrel arrébb Jászapátitól, ott van Jászkísérén, dolgoztam ott is teljesen más az emberanyag, illetve Jászapátin is. Tehát mindig az adott településnek az adottságait kell vizsgálnunk, hogy milyen lehetőségeink vannak, és ebben a munkában nagyon nagy segítségünkre volt mind a két konzorciumi partner, a TKK is, ők bonyolították a képzéseket, valamint a Kamiliánus közösség, akik szintén készségfejlesztő foglalkozásokat tartottak, illetve olyan praktikus dolgokat tanítottak a célcsoport tagjaival, mint például csak egy alap dolgot mondok, hogy hogyan kell megteríteni egy ünnepi asztalt. Tehát nem minden családnál adott a lehetőség, hogy van mélytányér, lapostányér, ilyen-olyan evőeszköz, és akkor azt még talán nem az, hogy nem tudja használni, hanem hogy van az... azoknak a sorrendje, hogy hogyan helyezzük el a tányér mellé, hogyan készüljünk egy ünnepre akár, vagy hogyan készítsünk el egy ünnepi ételt, hogyan tálaljuk azt föl. Hogyha jól értem, akkor, és az előző anyagból is ez kitűnt,
hogy a Kamiliánus Közösség életvezető tanácsokat adott. Igen. A Tűr István Képzési Központ pedig igyekezett visszaintegrálni a munkavilágába azokat az embereket, akik a legtöbb esetben nem is éltek a munkavilágában, vagy csak jobb esetben alkalmi munkából. Így visszatekintve, milyen sikereket vagy milyen eredményeket sikerült elérni? Hát az indikátorszámok, amiket kitűztünk a pályázatban magunknak, azt sikerült minden esetben túlszárnyalnunk, úgyhogy ezt sikerként könyvelhetjük el. Szakmát kaptak, illetve képzéseken vettek részt. Ezeken a képzéseken keresztül van olyan személy, illetve vannak olyan személyek, akiknek munkát ajánlottak föl. Itt megemlítenem például a varrónőket. Úgy emlékszem, hogy 10 főnek itt Jászberényben rögtön, ahogy a képzés befejeződött, már is munkát ajánlottak föl, és sikerült nekik elhelyezkedniük ezen a területen. Ha már számoknál tartunk, nagyjából én egy pontatlan időt állapítottam, hogy nagyjából 2 évad, de pontosan mekkora összegből, mennyi idő alatt és hány főt sikerült bevonni a programba? Közel 150 millió forintból, és én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy a telepen nem élnek annyian, körülbelül egy 150-160 fő él a telepen, illetve ezen a szegregált környezeten, amit meg volt nekünk határozva, ezen felül körülbelül a duplája, tehát egy 200-300 főt biztosan bevontunk, ugyanis kikötés volt a pályázatban, hogy nem csak kifejezetten a szegregátum területén élő embereket vonhatjuk be, hanem Jászapáti közigazgatási területén élő bármely ember igénybe vehette ezeket a szolgáltatásokat. Én a rendezvényen, az előző anyagban is láthattuk, beszélgettem egy roma hölgyel, aki hát már azzal lenyűgözött, amilyen kommunikációval beszélgetett velem, és látszott, hogy ő végképp az egyik kiváló eredménye ennek a programnak. Összességében, hogyha nézzük az egészet, akkor eredményre vezetett ez az elmúlt időszak? Mindenképpen. Csak pozitívumról tudok beszámolni. Tehát az az igény, hogy a jobbra való törekvésük kialakult, hogy kialakult egy olyan igényük, hogy de jó lenne, hogyha nekünk is lenne zuhanyzó a lakásunkban, és ezt minden nap használhatnánk, és nem kellene 50 vagy 100 métert gyalogolni, hogy igénybe vehessük. Tehát már ez szerintem egy pozitívum, egy előrelépés, és ezzel kapcsolatosan mindinkább szerintem elfogadottabbá válnak a társadalom számára. Fontos momentum volt ugye a Cserhaj szolgáltatóház, nem tudom a pontos nevét, kialakítása, felújítása, azaz ebben az időszakban még tartott a program folyamatosan, ki volt használva, vagy mi lesz a későbbi sorsa? Ott zajlottak az oktatások, a képzések, illetve a Kamiliánus közösségnek a foglalkozásai. Néhány foglalkozást, amit a projektgazda, az önkormányzat vállalt, gondolok itt a játszóházra, ki mit tudra, erre kicsi volt ez a helyiség, azt mondom, hogy szerencsére, mert szerencsére kinőttük, és tényleg egy olyan volumenű rendezvénysorozatot tudtunk lebonyolítani, ami sokkal nagyobb tömegeket mozgatott meg. Folyamatosan ki volt használva, és továbbra is ki lesz használva, hiszen már jelentkeztek ott a telepen alakuló tánccsoport, hogy szeretnék igénybe venni, és biztosítjuk is ezt a lehetőséget számukra. Milyen lett a telepi romák élet? Ezt már látjuk, hogy a jobbra törekvés az elindult az életükben. Ugye mi magunk is jártunk kint, és láttuk, hogy folyamatosan használják a konténert, de azt is hallhattuk az előző anyagban, hogy van törekvés másik konténer kialakítására, mert szükség van rá. Így van, szó volt már a városvezetéssel, beszéltünk róla több ízben, hogy nagyon szeretnénk a programot folytatni, illetve kibővíteni, hiszen nem csak ez az egy roma telep található Jászapátin, hanem még ezen kívül néhány, de ami égető fontos és segítségért kiállt, az az Ilona telep, ahova szintén szeretnénk egy ilyen konténert telepíteni. Nagyon szeretnénk, hogyha lenne rá pályázat, és sikeresen tudnánk pályázni, és amit elkezdtünk, azt tudnánk folytatni. Igazából nem hagytuk még abba, ezt nem lehet abba hagyni, tehát ez nem úgy működik, hogy egy program szeptember 30-án lezárul, fogom a kabátomat az esetmenedzserekkel, és kivonulok a telepről, hiszen igénylik a törődést,
A konténer az most is üzemel, sikerült megoldanunk, hogy ott egy telepi hölgy folyamatosan kint van, nagyon megbízható, nagyon szépen kezeli a konténert, a mosás, a fürdési lehetőség adott, nyilván az irodai szolgáltatások nem, mert nyilván szakmailag nem arra hivatott, viszont ezt a higiéniai szolgáltatásokat, ezeket továbbra is tudjuk nyújtani. Az is kérdés, hogy ugye ez egy hosszabb távú program vagy elképzelés első lépése. Amikor elkezdünk valamit, elkezdjük a fiatalokkal, vagy az idősebb, nehezebb korosztállyal is azt a szemléletváltást, amit nekik aztán végül a sajátjaiknak kell nevelni, a saját gyermekeiknek, a saját növendékeiknek. Ebben látunk esélyt, tehát, hogy ez most elindult egy nagyobb lendülettel, talán úgy tűnik, hogy legalábbis az őket képviselő roma nemzetiségű önkormányzat vezetője is így nyilatkozott, hogy ők szeretnék nagyon folytatni, mert látják a belső változásokat, viszont azt is hozzátették, hogy talán több, a többször említett esetmenedzserek közül több roma kellene, akik közelebb tudnának még jobban férkőzni a családokhoz. Tehát, hogyha folytatjuk, már pedig valószínűleg kell, érdemes, akkor mind kellene változtatni. Én nem változtatnék semmin. Én azt gondolom, hogy ez a kitaposott út, amit elkezdtünk, ez célra vezető lehet. Nyilván szociális végzettséggel kell bírni az esetmenedzsereknek, és megfelelő szociális érzékenységgel rendelkezni. Én vallom azt, hogy egy kívülállónak sokkal jobban megnyílnak, mint egy közülük valónak, hiszen nyilván itt fontos szerepe van a diszkréciónak is. Volt olyan személyes momentum, amit fontosnak, tehát el kellene itt hangoznia, vagy azért hallottunk néhány aranyos történetet, ami a legfontosabb volt az elmúlt két évben? Hát, igazából utolsó nap, amikor kimentem a konténerbe, akkor megjelentem 17:30, hát 18:00-ig van nyitva minden nap a konténer, vagy volt nyitva, most ugye kicsit szűkebb ez az időintervallum, akkor 17:30 több csoportosan megjelentek, ott körém gyűltek, nagyon aranyosak voltak, és akkor kérleltek, hogy ne hagyjuk abba ezt az egészet, ne hagyjuk őket magukra. Igazán megindító volt, mondhatom, úgyhogy amikor onnan elindultam, akkor hazáig egy kicsit bepárásodott a tekintetem nekem is, és egy 20 percen belül igazából el volt intézve, hogy a következő nap 8:00-kor ki fog nyitni a konténer, és lesz, aki üzemelteti, amiből én csak azt tudom leszűrni, hogy mindent lehet, csak akarni kell. Gratulálunk az elmúlt két évhez, az elmúlt időszak munkájához, bizonyára sok idő és erőfeszítés van benne, és egy sok sikert a jövőben a továbbiakhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rövid híreinkkel folytatjuk az Alpáti Hírmondót. A Régiókom térségi kommunális szolgáltató társulás nyílt közbeszerzési eljárást követően kiválasztotta azokat a beszállítókat, melyektől a szilárd hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című projekt részeként a következő hónapokban szállítójárműveket, valamint a súlyalapú mérést lehetővé tevő informatikai rendszert megvásárolja. Tudtuk meg kedden délelőtt a társulás Jászberényi sajtótájékoztatóján. A hulladék legalább évente egyszeri alkalommal történő elszállítása és a szelek. A 600 milliós pályázati összegből 10 darab kiemelkedő technikával felszerelt hulladékszállítógépjármű érkezik a szolgáltatási területre, illetve szintén a pályázat részeként 30 ezer háztartásban szerelik fel a kukákra azokat a csippeket, melyek az ürítéseket jelzik, miközben a gépjármű a mért súly alapján számláz majd a lakosoknak, mely szinte azonnal megtekinthető lesz egy online felületen. A fejlesztés adásvételi szerződéseit ünnepélyes keretek között írták alá a felek. A beszerzés november végéig lezárul, majd egy próbaüzem után csak jövőre indulhat be az új szelektív szállítási rendszer, melyben a tapasztalatok szerint átlagban 40%-kal csökkenhet a díjszabás. Az elmúlt hónapokban 19 új térfigyelő kamerát szereltek fel Jászapáti frekventált pontjaira. Ezeknek egy részét pályázati forrásból finanszírozta a város, még a többit a kivitelező ajánlotta fel Jászapáti számára. Ez a belügyminisztérium által kiírt pályázat, bruttó 4 millió 100 ezer forint a pályázat összérték, ez 100%-os finanszírozású. Ezzel a pályázatra ebben az évben
kellett sor kerülteni a kivitelezésre. A tavalyi év decemberében írtuk alá ennek a támogatási szerződését, és gyakorlatilag egy éven belül ezt létre is kell hozni, és biztosítani is kell ennek a rendőrség által történő hozzáférését. A belügyminisztériumos pályázat ez nem uniós finanszírozású, hanem az állam egyéni keretből finanszírozza ezt a összeget. A Nemzeti Művelődési Intézet Jászlókonszolnok megyei irodája és a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ meghívja a lakosságot október 13-án 15 órára a Pályer Művelődési Házba a Hagyomány Értékőrzés Találkozás a Jászapáti Járásban című programjára. Itt előadást hallhatnak Hortiné dr. Bató Edittől a helyi értékek és az identitás összefüggéseiről, majd Borbás Zoltán a Jászapáti Települési Értéktárbizottság elnökének és Hajnal László a Nemzeti Művelődési Intézet Jászlókonszolnok megyei irodájának koordinátora előadásai után a kapcsolatépítés mellett megismerkedhetünk a járás helyi értékeivel és termékeivel. Kedves, ügyeskező jászapáti gyerekek és kreatív felnőttek, a Jásztánc Alapítvány immár 11. alkalommal hirdeti meg lámpás, tök lámpás és madárijesztő versenyét. A szabadtéren bemutatott pályamunkák értékelésénél előnyt élveznek azok a művek, melyeknél természetes vagy újrafelhasználható anyagokkal dolgoztak. A pályázati anyagok begyűjtésének ideje október 21-e, szerda, 8 órától délig a Horváth bölcsödében. Eredményhirdetés és gyertyagyújtás még aznap 16 órától a bölcsöde udvarán. Október 1. szombatján 20. alkalommal bálozott a Jászapáti Kamiliánus közösség a Pályér Antal Művelődési Házban. A keresztény kulturális értékek megtartása mellett a jótékonyság volt az est fő célja. Kamiliánus közösség szeretett dala nyitotta meg a 20. Kamiliánus bált a Pályér Antal Művelődési Házban. A jubiláló összejövetelen közel 240 résztvevő foglalt el a levendula színbe öltöztetett székeket és asztalokat az apáti ősz egyik legfontosabb társadalmi eseményén. Nem is oly rég volt, 1994. Hihetetlen, hogy akkor egy maroknyi kis csapat a hívószóra elindult, és azt gondolta, hogy tud tenni valami jót, tud adni valami szépet. Ez a kis közösség immár 21 éve dolgozik, keresi a lehetőséget, hogy hol tud segíteni, hol látja a szükséget. A már 21 éve működő közösség 18 taggal indult a 90-es évek elején, majd a sok segítségadás hírül ment a városban, és egyre többen csatlakoztak az összetartó egyesülethez. Jelenleg 24 ember figyeli Jászapáti segítségre szoruló lakosait. Nagyon nosztalgikus hangulatban emlékezünk vissza a kezdetekre. Valóban nem is igazán tudtuk, hogy hogyan induljunk az úton. Azt tudtuk, hogy segíteni szeretnénk. Azt is tudtuk, lelki gyakorlatokon fölkészültünk, hogy Szent Kamil mit hagyott ránk örökül. Hogy törődjünk a betegekkel, a rászorulókkal, az idősekkel. Nagyon fontos az odafordulás. A közösség tagja ezzel azonosultak, és a lelki gyakorlatokon valóban dr. Anton Gocs atyára nagyon jól fölkészített bennünket. Uram, te látod a világot. Gyorsan jönnek a változások. Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy, esetleg lehetnék 84. A Szakályéva tollából származó sorok után az idei bál fővédnökét, Pócs Jánost, a Jászság országgyűlési képviselőjét szólították a színpadra, aki köszönetet mondott a közösség áldozatos munkájáért. Az éves munka folyamán folyamatosan a Kamil János közösség a rászorulóknak, az időseknek, a betegeknek ajándékcsomagokat készít, törődik velük, bevásárol, gyógyszert kiváltja, és hát nem utolsó sorban az a kiemelkedő teljesítmény, ami az elmúlt éveknek a eredménye, felújult, megújult a Jászapáti
gyönyörű templomunk és a kommunális közösségnek ebbe vezető szerepe volt, valamint közel 80 millió forint értékű kórházi ágyat kaptak Ausztriából, aminek egy része Jászberénybe, a másik része pedig Szolnokra került. Nem csak szavakkal, hanem virágcsokorral is kifejezte köszönetét az országgyűlési képviselő, majd dr. Völgyi István jászapáti város alpolgármestere feltűzte az emlékfára az első bált jelképező szalagot. Az egészségügy nagy bajban van. A szociális szféra is eléggé hátul kullog a javadalmazásban, finanszírozásban, és a kamilliánusok mind ezen a két területen mozognak. Tehát olyan hiányt pótolnak, amit sem az állam, sem az önkormányzat, sem a család sok esetben nem tud pótolni. A jubileumi szalag is felkerült az emlékfára, melyet Pócs János tűzött fel, majd Kladiva Imre apát plébános asztali áldása következett. Áld meg bennünket, a fáradozókat áld meg, ételünket és az italunkat, amit most jó voltodból magunkhoz veszünk, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az est folytatásában a kamilliánus közösség tagjai az ismert táncos showműsor a szombatesti láz hangulatát varázsolták a színpadra. A táncparketten láthattunk angol, illetve bécsi keringő csacsacsát, és az előadást egy rocki koreográfia zárta. A műsort követően sok vendégtáncra perdült, a finom vacsora és az ízletes desszert után nem maradt más, csak az önfeledt szórakozás, melynek háttérzenéjéről a Szolnoki Blue Sky együttes gondoskodott a 20. kamilliánus bálon. Múlt vasárnap a település szépkorú lakóit köszöntötte Jászapáti városa. Zenével, vidám és múltidéző dalokkal szórakoztatták a helyi előadók a művelődési ház nagy termét megtöltő közönséget. Innen is Isten éltesse a város nyugdíjasait egészségben, szeretetben és boldogságban. Ez a délután a tiszteletről, a megbecsülésről és a törődésről szólt. Elvárható gesztus a meghívás, másik a kedves dalos műsor, harmadik a közös együttlét és a feltétlen tisztelet, amit a korábbi korosztályok méltán kiérdemeltek munkájukkal, eredményeikkel és bölcsességükkel. Kérem, hogy tiszteljük az időseket, hiszen mindent tőlük, a beszédet, a barátság, a simogatás, a szeretet. És ennek a ünnepnek a jegyében, az idősek világnapja jegyében szeretnék Önöket nagy barátságra és szeretettel meghívni erre a kis uzsonnára, és fogadják szeretettel Jászapáti Város Önkormányzata nevében a csekély ajándékot, amit virág személyében festők meg az asztalokon. Farkas Ferenc polgármester köszöntését követően a helyi előadók lelkes műsora következett, vidám jelenetekkel, a zeneiskolások bemutatkozásával és nosztalgikus lágerekkel. Ez a megtiszteltetés, vagy egyáltalán ez a figyelem általában ez az, ami jól esik, nem? Hát igen, igen. Én nem jászapáti születésű vagyok, mi ide jöttünk lakni, de mióta itt vagyok, azóta jövök erre a rendezvényre. Tagja vagyok a Virágklubnak, és tetszik a műsor. És hát ez ilyen kis nosztalgikus, közös délután, mi ebbe a jó? Hát beszélgetünk. Ismerősökkel, kollégákkal. Eltelik a délután. Milyen Jászapátin itt élni? Most ugye tetszett mondani, hogy ugye nem ide születtem. Hát jó, mi meg vagyunk elégedve vele. Csak ketten vagyunk a férjemmel. Figyelnek az idősebbek? Igen, igen, figyelnek.
Milyen volt ez a nosztalgikus délután eddig? Mit tetszik ma? Nagyon szép volt, igen. Annak ellenére, hogy nem nagyvárosi színészek, meg egyéb dolgok, de nagyon ügyesen amit tudták szervezni. Én nagyon tudom dicsérni az Erikát, a szervezési. Nagyon szépen meg van terítve, sok szép virág, semmi panaszunk nem lehet. Mit szól ahhoz, hogy apátin így figyelnek az idősekre, hogy egy estebédre, vagy egy uzsonnára, egy kis műsorral meghívják, és egy kis ajándékkal is kedveskednek? Hát ennek csak örülni tudunk, hogy megbecsülnek bennünket, miután hát már megvénültünk, már nem veszik semmi hasznunkat, de mégiscsak legalább érezzük magunkat valakinek, hogy így kiszolgálnak bennünket. Mindenképpen jó, tudunk róla mondani. Mit tetszek szólni ez a mai délutánhoz? Nagyon szép. Én mindig el szoktam jönni, nekem nagyon jó. A műsor is jó volt most is. Igen. Apátin ugye figyelnek az idősekre, mindig van évről évre egy kis kedveskedés. Mit szól ehhez, hogy nem csak műsor, egy kis ebéd, egy kis ajándék, ez megtisztelés vagy megtiszteltetés? Persze, megtiszteltetés, és örömmel elfogadjuk. Igen. Milyen itt Apátin idősnek lenni? Tehát mi a településhez fűződő kapcsolat? Hát nekem sok minden, én nagyon meg vagyok településre elégedve, fejlődik is. Nagyon szép ez a park, amit ilyen meglétesült, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve. Szépkorúak mindig sokkal bölcsebbek, mint mi. Mit üzenne a mai korosztályoknak, hogy hogyan kellene élnünk ezt az életet? Van ilyen bölcsesség? Hát nem tudom mit. Mindig odafigyelni mindenkire. Én szerintem fiatalokra is, idősebbekre is, én ezt tudom üzenni csak. Meg legyen béke. Tapasztalt örök ifjú korosztálya. Mit tudna mondani a mi balga, rohanó életet élő korosztályunknak, hogy hogyan éljünk jobban vagy boldogabban? Milyen tanácsot tudnának nekünk adni? Én nem tudom, hogy milyen tanácsot tudjak adni, mert mikor mink fiatalok fundunk, akkor se volt könnyebb. És tudtunk mosolyogni, meg jó kedvünk volt, meg mindenre futotta. Én nem tudok, most a fiatalnak nem tudok, csak az, hogy egy kicsit többet mosolyogjon, jobban érizze magát a világba. Ugyanezt gondolom én is. Akkor is nem volt nehéz, könnyű dolgunk nekünk se. De azért jobban volt mondjuk munkaidő, jobban volt munkahely, ez igaz. Jobban lehetett munkát találni, ilyen, ez igaz. Most már bizony elég betár a fiatalok sorsorán, így is mondanám. Megért, igaz-e? Mit szólnak ehhez a délutánhoz, meg egyáltalán ahhoz, hogy így ilyen tisztességgel figyelnek itt Apátin az idősekre? Nem volt ilyen kedves, tudja. Az öregek nem jártak így ilyen helyeken a Maravóban. Volt egy kis tévé, vagy még az se elő, csak ilyen kis falu rádió, ilyenek voltak. Még ami nem is kellett villany hozzá, így volt, még kisgyerekkoromban valóban. Az igazság, hogy az én szüleim is azt akarták, hogy nekem jobb legyen, én is azt akartam, hogy a gyerekemnek jobb legyen, de valahon elrontottuk a mai fiatalokat, igen. Igen, valahol elrontottuk. Más sorsuk mondjuk, mint amilyen, de könnyebb volt az életük. Valahogy a szüleik jobban felparkolták őket, ilyen is. Még nem panaszkodom egyáltalán. Nem kenyérre valóm nincsen, hanem én másképp szeretném az életemet. Szeretném, ha boldogok lennének körülöttem a fiatalok is, de nagyon soknak csak a panasz van a száján. Jobb lesz odafigyelnünk ezekre a bölcsességekre. Szépkorú nagyszüleink, dédszüleink, de már szüleink is tudják, hogy az élet nem csak a hétköznapok forgatagából áll, hanem
sokkal inkább boldog, kedves és emlékezetes pillanatokból, melyekre sokkal inkább akarunk majd később mi is emlékezni. Fogadjunk szót! Ezek a kedves, örök ifjú emberek már tudják, mit beszélnek. Eddig az Apáti Hírmondó ezen a héten, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat, átmenetileg, hogyha szeretnék frissen megtekinteni, akkor használják Facebook oldalunkat. Weboldalunk egy ideig nem üzemel, azaz, hogy a korábbi anyagokat láthatják benne, de még készül a Jásztrió Televízió új weboldala, addig némi türelmüket kérjük. Jövő héten friss hírekkel jelentkezünk, addig is minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki Reklámstúdió készítette.